Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Pár nappal ezelőtt Rolandnak támadt az ötlete, hogy nézzük meg Bubát. Buba nem egy furcsa rajzfilmhős, hanem a Budapest-Balaton kerékpárút, vagyis most már ugye tavaly nyár vége óta lehetőségünk van arra, hogy egy ilyen nagyjából 110 km-es kerékpárúton leguruljunk Budapestről a Balatonra. Na most mi egész jó kondiban vagyunk, de azért analóg bringával mégsem annyira passzolna a csatornához a tartalom. Szóval megkérdeztem az e-bike shopot, hogy erre a napra nem dobnának-e meg minket két darab e-bike-kal, és de! És tök érdekes lesz, hogy ugye ebben most van szintkülönbség, hogy hogy fogja bírni az akkumulátor, meg hogy fogjuk bírni mi, meg hogy úgy általában mik a tapasztalataink a hosszabb távú túrázással, egy ilyen elektromos segítésű bringával, és főleg, hogy mennyire működik ez a bringaút. Ez itt az első látványosság, a Biatorvágyi bringás viaduk. Na most sokan azt kérdezik, hogy ennek a bringaútnak miért kell Biatorvágyra jönnie, mert hogy hát az rohadtul nem a Balaton irányába van. Innen még ugye át fogunk menni Egyekre. És ami a legérdekesebb, hogy több mint 900 méter szintemelkedés van. Tehát majdnem, mintha megmásznánk a Kékest, csak hát ugye a Balaton irányába eléggé alföld van. Tehát, hogy ezeket a dombokat így belefűzték, hallani olyat is, hogy valószínűleg azért a környező polgármesterek lobby ereje szerette volna ide csalni a bringásokat, ami érthető is, hiszen a biciklisnél nincsen sok cucc, annak meg kell állnia enni, inni, tehát turizmus szempontjából igazából még helye is van, és érthető, csak hát, ha mondjuk nem rásegítőssel lennénk, hanem analóggal, akkor most szentségelnénk. Megérkeztünk egy szervízpontra, hát szervizelni azt nem tudunk, mert a pumpának nincs meg a feje, a drótról meglevágták az összes szerszámot, úgyhogy nyerget itt nem fogok állítani. Anti azt mondta, hogy azok e-bike töltők, szerintem ingyen áram. Nem. És kíváncsi lennék amúgy, hogy működnek-e. Én megelőlegzem nekik, hogy működnek, mert amúgy egy optimista vagyok, de már látom az itt parkoló Teslát. Igen, én azért nem gondolom, hogy működnek, mert nem mennek le arra hosszabbítók. Relatíve friss építésű az út, tehát a széle leszúródott kavicssal nyilván az építés során, van patka, viszont az ezzel a baj, hogy amikor jön egy nagyobb eső, akkor a kavicsokat behordja az ide az út közepére, és ott ugye onnan jön egy lejtő, itt meg van kanyar, és hogyha mondjuk ilyen kis újnyi szingóval jönnék, országútival, akkor ez itt rendkívül meg tudna lepni. Úgy esnék be a szántásba, mint Colin McRacer napjain. Meg mondjuk ezt nem autók is kihordják, mert erre közlekedik autó is. Igen. Is szembe. Ez megnézett pont belsőjéből, szerintem azok is kidobálják. Ott is látod az autó nyomat a kanyarba, a így kettő van. Között. Így van, de hogy ez biciklivel így mindenképpen előnytelen, ja, és igen. Hogy kellett volna a szélére valami elvezető, vagy akármi, ami... Pláne az, hogy már most lyukak vannak benne, és ez szerintem a kavicsok miatt van kijárva a kocsival. Igen, igen, hát itt látszódik, hogy bele is van préselve az aszfaltba, és ugye, mint tudjuk, ebből lesz a kátyú. Infrastruktúrálisan elég menő a hely, itt vagyunk most Pázmánnál, és itt a... Hát csináltak egy kis emlékművet a Pákozdi csatának. Szegény vitéz úgy néz ki, mintha marab urajzolta volna. Mindegyik. Amúgy itt tényleg jó az infrastruktúra. Tehát van például USB-s töltőkábel a mobiltelefonnak, laptopnak, meg nyilván lehet tölteni e-bike-ot. Van UV-jelző. Csináltak fából bringatartót, ami most nyilván ezeket a bringákat nem tudjuk beleállítani. De az például mindenképpen jó, hogy van árnyék és vannak ilyen kis információs táblák, ahol meg tudjuk nézni, hogy éppen miért is érdekes, ahol vagyunk. És ugye ez a túra, ez nem feltétlenül úgy érdekes, hogy az ember vesz egy nagy levegőt és leteker a Balatonra, nyilván aki teljesítményorientált az így csinálja, de ezt inkább úgy érdemes csinálni, hogy például itt van Zsidóhegy, meg a Pázmándi szoros, ahol vannak borászatok, vannak ilyen szép sziklaképződmények, hogy az ember fogja magát, és megáll egy 3-4 órára pihenni, nézelődni, enni, inni, és majd utána tovább megy. Így lesz ez egy jól letolható kétnapos túra, és akkor van benne hozzáadott érték is. És ezt a blokkot zárnám új spanommal,
Toldi Miklóssal, akinek már ilyen fasz a selfie rúdja volt olyan régen. Onnan tudom, hogy valamit nagyon elrontottam, hogy itt 30 fokban rohadok a napon és tekergetek a Balatonra, ahelyett, hogy azt csinálnám, mint ők. Nézd meg! Támaszkodnak a saját püfett testükön, és nagyon-nagyon-nagyon nem érdekli őket a világ. Akárhogy is biciklizni alapvetően amúgy tök jó élmény. Ez itt most egy High Bike Tracking 5. Most, hogy már elkezdtük cserélgetni a bicikliket így 50 km után, egyöntetően azt gondoljuk, hogy ez a jobb bicikli, ez mellesleg az olcsóbb a duóból, ez 1.560.000 forint az e-bike shopnál, és ebben egy Yamaha hajtás van, finomabban működik, mint a Bosch CX, jobb a villa, például már állítható a visszaút csillapítás, egyebek, egy jobb a mozgása, hiszen ennek van valódi csillapítása, és egyetlen egy hátránya van, a bütykös gumi. Most ezt nyilván olyan jellegű felhasználásra tervezik, hogy ha az ember mondjuk lemerészkedne shoulder útra, arra tökéletes, viszont így, ahogy most mi megyünk, hogy majdnem 100%-ban aszfalton, azért érezni azt, hogy egy kicsit nehezebben gördül. Tehát, hogy Roland, amikor én mentem ezzel, ő pedig a dinorával, akkor minden egyes lejtőn így szépen elment, és volt, hogy 15-20 méterrel előttem ért le, egész egyszerűen azért, mert az a bicikli jobban gurul. És ez szinte 90%, hogy csak a guminak tudható be, mert ugyanazok a kerékagyak vannak bennük. Ettől függetlenül ez egy igényes és szép váz, látszik, hogy már hozzátervezték az elektromos rásegítéshez, ugye néhány generációval ezelőtt még lehetett olyanokat látni, hogy a hátsó láncvilla az hagyományos ejtőpapucsos volt, nem, itt most már átütő tengely van, kovácsolt hátsó vázelemmel, tehát tényleg, hogy elbírja azt a fajta megterhelést, amikor beleállunk, és a villanymotornak az a 60-70-80 Nm meghúzza az egészet, akkor sem nyeklik, nyaklik. Emiatt tök jól tudnak működni, be lehet terhelni 27 kilóval a tartót, mert ez nem csak egy dróton lóg, erről elhiszed, hogy ez masszívan itt van a helyén. Tényleg egy tök jó bicikli. És alapvetően a Vinora is teljesen rendben van, ebben egy Bosch CX hajtás van, 85 Nm tud, ez 340%-os rásegítést enged. Ami nekem ebben a bicikliben nagyon tetszik, az az, hogy itt nincs kijelző. Kis ledek vannak, amikből, mint tudom én, most egy világít 3, az azt jelenti, hogy ilyen nagyjából 60% környékén vagyunk. Ugye 5 led van, és ahogy merül lefele, mindig először halványabb lesz egy led, aztán kialszik. Tehát egy led eltűnése az nagyjából 20%-nak felel meg. Az akkumulátorról majd a végén beszélünk, mert nyilván akkor lesz érdekes, hogy hogy érünk le. Na de a lényeg, hogy itt nincs kijelző, hanem ide be tudom fogadni a telefonomat, rácsatlakoztatom Bluetooth-on, és akkor onnantól mindenféle útvonaltervezés, meg akkumulátor állapot, meg szoftverfrissítés, meg minden egyéb elérhető a telefonunkon, ami egy nagyon hasznos funkció. Mind a két biciklin két dugattyú Shimano féknyergek vannak, tökéletesen megállítanak, a villa már itt is eltütős, a hátsó tengely itt is eltütős, nyilván egy ilyen 22-3 kiló környéki biciklinél ez alap, főleg, hogy ráülünk még a pohos testünkkel, meg még megpakoljuk csomagokkal, tehát ez egész egyszerűen kell, hogy masszív legyen. Ugye ez régebben probléma volt, hogy tekeredtek ezek a villák az e-bike-ok alatt, meg ezek azért ugye gyorsabbak is. Nagyon ergonomikus markolatok vannak. Nekem nincs probléma az üléssel, Roland az panaszkodott rájuk, bár rajtam bringás gatya van rajta, meg nincs, azért az is számít. És tényleg átgondolt, kitalált gép mindegyik. Nüanszokról beszélhetünk, amikor azt mondjuk, hogy talán a high bike trekking egy picit jobb, mint a Vinora Yakun. Itt volt egy szakasz, ahol 11%-os lejtő volt, ami, tehát azért tényleg durva, tehát ilyen 57-tel gurultam lefele. Felfestések figyelmeztettek, táblák figyelmeztettek, és még fekvőrendőrt is kiraktak, hogy nehogy elsesszem. De ennél sokkal érdekesebb, hogy... Gólyák! Beértünk Székesfehérvárra, amit furcsa mód nem kerül meg a bringa út, hanem egész egyszerűen felfestették ilyen ösvényeknek a várost. Most ezen a probléma csak az, hogy sok helyen már most annyira el van kopva, hogy az előbb itt csalinkáznunk kellett a kereszteződésben, mert nem volt egyértelmű, hogy merre megy az út.
mert nekem a Bringes GPS mutatott valamit, Rolandnak a GPX mutatott egy más valamit, csak a jelöléseket nem találtuk hozzá. Most megvan, csak sokkal jobban kell nézni. Ez azért úgy kellemetlen lenni. És végül is 13 perccel a vonatkozás előtt, de meg lett. Nem hagyjuk, hogy legyőzzen a technika. Egy hely, kérlek. Nem várjál, mert most azért egy embert vettem. Szeretnék én is hazamenni. Tudom, értek. Te kell vissza, te vagy az edzettem. Na most várjál. Most már emeltleg én is felszállhatok. Igen. Bringa azt mutatja, hogy 21%-os akkumulátor töltöttségnél még 20 megtehető kilométeren van. Így 110 kilométer után. És ebben a 110 kilométerben benne volt, hogy mentünk nem annyira spórolósan, meg spórolósan is. Gyújtás folyamatban kérem várjon. Hallod, Belvita nem ébresztő hangnak. A nyomtatás befejeződött. Köszönjük, hogy a közösségi közlekedést választotta. Azért választottuk, mert környezetbarát. Mutasd azt a hőpapírt, amit most ott kicsit. Én azért változom meg környezetbarát. Ebben van egy kisebb aksi. 720 wattól a 750 wattól. Mégis valamiért ez bírta amúgy jobban így. Tapasztalatok pedig, alapján, pedig ez jobban volt elvileg, nagyobb fokozatokban használva. Igen, és a gumia. Ja igen, és a gumia is elvileg jobb, nagyobb a gördülési ellenállása, mert ezt már elmondtuk, hogy ez egy kicsit telepesebb gumit, meg hát ez tényleg zoom, mint a traktor. Igen, mész és olyan, mintha egy 40 tonnás kamion jön a hátad mögött. Igen, ez nagyon durva volt. Szerintem finomabb is volt a Yamaha hajtás, most mint a Bosch. Nem gondoltam volna, pedig azt hittem, hogy a Bosch jobb lesz. Mert utoljára, amikor mentem még régi Yamahával, attól azért akkor még lényegesen jobb volt a Bosch. Most szerintem nem, finomabban is adta rá, jobb is volt a rásegítés. Meg mintha jobban használta volna ki az akkukapacitást. Igen. Hiába kisebb az akkumulátor, hiába rosszabb a gördülési ellenállása, hiába terheltük jobban, igazából ugyanúgy merültek. Igen, de tök egyenletesen merült, hiába váltottam a fokozatokat, hiába volt tényleg nagyobb fokozatba. Tehát én Fehérvártól nagyjából majdnem a legmagasabb fokozatba jöttem az utolsó 50 kilométert. Hát én meg lekapcsolgattam még az Eco-t. Te meg Eco-ba tekertél, meg néha kikapcsoltad, és ugyanannyit merült a kettő. Igen, Bringa. Igen. Hogy alapvetően az van, hogy 110 km az nem a halál egy közepes edzettségi szinten egy analóg bringával sem. Viszont azt néztem, hogy majdnem 900 méter szintemelkedésünk volt még így a Török-Bálint indulással együtt is. Tehát az egyeki kurfli 110 km-t mentünk 890 méter szinttel, ami azért sok végigbáig. A szinten sok, igen. Igen. És milyen volt az út neked? Velencéig jó volt, onnantól nem semmit nem ért. Igen, mert Velencén van látnivaló, szép helyeken mész. Igen, odáig igen. Nagyon keveset kell kerékpáros ösvényen menni, tehát ilyen kijelölt, felfestett úton, hanem szinte végig szeparált úton mész. Oké, két-három autó azért eljött, de hogy minimális. Hát ott egyen környékén a szőlészeteknél volt összebomba a Bringa út és a autós út. Ott volt pár autó, de nem volt annyira vészes. Még kevésbé lett volna vészes, ha nem gondolták volna úgy, hogy az egy lakott területen kívüli 90-es út. Igen, mondjuk erről nem a Bringa út tehet, erről az autósok tehet. Ja, erről gondoltam. Igen, és nekem ami nagy csalódás volt a Székesfehérvár. Ez a csalinkázás, amit ott leműveltünk, az borzasztó volt. Nincs jól kijelölve, le vannak kopva azok is, amik ki vannak jelölve. Nincs is rendes Bringa út. Nem. Végig. Videóhogy csak az úton van felfestve. Igen, ezt egy kihagyott zicser, hogy azt nem kerülték el. Ott botrányos volt átjutni. Igen, és utána viszont meg egész egyszerűen unalmas, semmi. Igen. Nagyon sok emelkedő, mert azt gondolnánk, hogy lejövünk a Balatonra. Nem lejövünk a Balatonra, följövünk a Balatonhoz. Följövünk a Balatonhoz, igen. Amivel még úgy nem lenne gond, de mondjuk, hogy csinálsz egy kétnapos túrát, akkor ezt azért így lötyögő és be egy akutöltéssel megoldod. De így azért gáz volt, és
összességében nekem az jutott eszembe, hogy nem tudom, kinek szánják. De én két naposnál sem érzem azt, hogy Velencétől tovább akarnék jönni. Nem nagyon van miért. Igen. Nem nagyon van miért. Se látnivaló, se az út nem olyan, igen, hogy tovább akarjál jönni. Megmondom, nekem az a fő problémám, hogy nem annyira érzem, hogy ez a bringa út ki van. Tehát, hogy családdal lejövök a Balatonra. Esélytelen. Tehát, ha mondjuk van egy 7-8 éves gyereked, 7 év alatt nem tud annyit edzeni, hogy az egyeki dombokat a gyerek leküzdje. Az nem. Sportolóknak sem jó, mert egy sportoló fölül egy ilyen 8-9 kilós országúti bringára nem tud egy konstans tempót tartani, mert vannak derékszögek, vannak lámpák, vannak minden, tehát egy az sem. És hát ezt tudod, kinek való, aki így... Túrázóknak esetleg, hogy túrázóknak. Fölpakol egy rahedli cuccot, és akkor úgy tett, hogy egy hétig biciklizik, akkor ez úgy jó, de hogy erre egy bicikli utat 5 milliárd ér, az egy kicsit olyan, nem tudom. Fele más az élet. És nem is mindenhol most építették, meg volt egy csomó része, ami egy elhagyatott autóforgat volt. Igen, egyszerűen csak bekötötték. Igen, egyszerűen csak fölfestették. Igen. Tehát nem is tudom összeszámolni, hogy mennyi része épülhetett ennek most frissen. Igen, hát most az utóbbi 3-4 évben. Hát igen. Igen. Szerintem felese. Igen. Tehát Fehérváron semmi nem épült, és a környékén. Szerintem Fehérvártól ez már kész volt, de ebből most már nem nagyon csináltak semmit. Hát itt Főkajár környékén volt friss az út. Esetleg, de inkább szerintem azért volt a velencéig. Volt nagyon sok olyan, ami esetleg most készülhetett. Az de az jó is volt. Igen, de igen, meg azon látszott is, hogy az még most még friss volt mellette a földmunka egy csomó helyen. Mindig az a kérdés, hogy mennyit bír ki egy e-bike egy töltéssel, de most nekünk ezzel a 130 km-rel, meg ezzel a 900 szinttel, a 720-750 wattórás aksik, ennyit bírtak. Az enyémben 3 km maradt, a tiédbe. Nem tudom, mert nem írt kilométert. Itt már nagyon villogott, utolsó 10% merült valahol. Igen, szóval, hogy nagyjából ennyi. Nyilván síkon ez tolható, de domborzattal ez ennyi. Roland, ötlet volt, lesz még ilyen? Egy nagyon szar ötlet volt. De a te ötleted volt, végre a te ötleted volt! Tudom. Leges legnagyobb tanulság, ez még igazából e-bike-kal is azért megterhelő. Ne tekerjél 120 km-t, mert nem így. Nem, viccet félretéve. Én a tavalyi évben 3000 km-t mentem terepen, 90000 méter szinten. Az átlagnál talán valamivel jobb a kondim, de ezt most még én így is érzem e-bike-kal. Ez így sok volt.